Szép jó estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfo nézőit. Ma és holnap rendezi meg, immár a 30. alkalommal Székesfehérváron a Fejér megyei Méhészek Egyesülete az országos méhész találkozót és vásárt. Ezzel együtt pedig egy olyan mészfesztivált is rendeznek, amelynek a belváros ad otthont először ebben az esztendőben. Most pedig nézzünk meg ennek kapcsán egy olyan filmet, a Méz összeköt, amely a rendkívül finom és ráadásul tartalmas élelmiszert reklámozza, a maga módján természetesen. Földünk élettel átszőtt rétege változatos tájakkal rendelkezik. Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy egy ilyen vége láthatatlan vidéket csak a nagy földrajzi erők képesek formálni. Pedig apró teremtmények közös erővel olykor nagy dolgokat vihetnek véghez. Tavasszal mi sem természetesebb, mint a virágzó fák látványa. Zöldül az erdő, éled a természet. Hamarosan zamatos gyümölcsök, egészséges zöldségek is az asztalra kerülnek. A bolygónkon élő növények mintegy kétharmadát méhek porozzák be. A természet teljesen más képet festene nélkülük. Mi lenne, ha egyik pillanatról a másikra eltűnne az összes méh a föld felszínéről? Ha kipusztulnának a méhek, azt az emberiség legfeljebb 4 évvel éri túl, mondta egykor Einstein egy városi legenda szerint. A sokat emlegetett idézetet tévesen kapcsolták a fizikushoz. Igazából egy méhészeti tüntetésen hangzott el először Nyugat-Európában az 1990-es évek elején. Ám ettől függetlenül a figyelemfelkeltő üzenet egy nagyon is valós problémát vet fel. Az elmúlt években világszerte megcsappant a méhállomány. A probléma emberi eredetű, elsősorban a helytelen vegyszerhasználat okozza. Egyes méhfajok nehezen tudnának életben maradni az ember által teljesen átformált világban. Ráadásul a környezeti károk mellett az életterük is szűkül. A méhészekre hárul az a feladat, hogy a meglévő veszélyeztetett fajokat megóvják. A 24. órában vagyunk. Most még megakadályozható egy beláthatatlan következményű ökológiai láncreakció. A helyszín Magyarország. A Kárpátok koszorújában megbúvó kis államban ez idáig még nem csökkent a méhek száma, sőt, inkább növekedett az elmúlt években. Körülbelül 20 000 ember foglalkozik méhtartással, 1 200 000 méh családdal dolgozik ez a közel 20 000 méhész, és 93 000 négyzetkilométeren megtermelni közel 30 000 tonna mézet nagyon-nagyon ritkaság számba megy. A méz és az ember kapcsolata bizonyíthatóan legalább a kőkorig nyúlik vissza. Magát a mézet medvecsaléteknek is használták. Ekkoriban azonban nem történt tudatos méztermelés. Mintegy 9000 évvel ezelőtt háziasította az ember a méheket. Otthont adott nekik a mesterséges kaptárakban. Az első szervezett mézelvétel nyomait a mai Törökország területén találták meg. A méhektől nem csak mézet, hanem a világításhoz szükséges viaszt is kapott az ember. A 17. századtól kezdve azonban jóval kevesebb mézre és méhviaszra volt szükség. Új anyagok jelentek meg, mint az olaj és a parafin. Ezeket hatékonyabban tudták felhasználni a világításhoz. Az egyre nagyobb mértéket öltő cukorfinomítás teljesen átalakította az édesipart, a méz felhasználása háttérbe szorult. Korunk egészségtudatos táplálkozási szokásaiban azonban ismét egyre nagyobb teret hódít a mézfogyasztás.
édes, zamatos, aranyszínben pompázik. Ráadásul teljesen természetes. Sokáig az emberiség egyetlen édesítőszere volt. Elődeink számára a méhek nélkül kevésbé lett volna édes az élet. Rengeteg munka áll amögött, hogy ez a csupor méz most itt álljon az asztalon. Hajnal van. A reggeli harmat már kezd felszáradni, és a hőmérséklet is emelkedik. Ez a nap sem lesz más, mint a tegnapi vagy a holnapi. Kezdődik a mai mézkészítés is. A látótávolság percről percre növekszik. A várakozó állás számukra egyet jelent. Amint elérik az első napsugarak a kaptárt, indulhat a gyűjtögető munka. A méhek képesek akár 5 kilométerre is eltávolodni a kaptártól. A nap állásából tájékozódnak, így nem tévesztik el az irányt, könnyen hazatalálnak. A nyár előre haladtával csak úgy roskadoznak a virágporban gazdag mezők. Néha csupán néhány másodpercet töltenek egy virágon, és szállnak is tovább a következőre. Ezzel elvégzik a beporzást. A virágpor egy finom, könnyű anyag. A méhek a virágra való rászálláskor az egész testüket be tudják borítani vele. Ezt utána összegyűjtik és a hátsó lábukra tapasztják, hogy könnyebben szállíthatóvá váljon. A szipógájukkal kiszívják a virágból a nektárt, amelyet a mézgyomorban tárolnak el. Már itt, a gyűjtögetés során elkezdődik a mézkészítés. Egy kilogramm méz előállításához 20 000-szer kell fordulni a kaptár és a gyűjtőhely között. Ez elképzelhetetlenül nagy munka lenne egyetlen méh számára. Egy méh családból egyszerre akár több ezren is úton lehetnek. A munkát magas fokon és jól szervezetten megosztják egymás közt. Egy méh csak annyi virágport és nektárt gyűjt, amennyivel még haza bír repülni a kaptárig. A bejáratnál kapuőrök fogadják az érkezőket. Itt ellenőrzik, hogy a gyűjtőméh ehhez a családhoz tartozik-e, és ha igen, hozott-e magával virágport és nektárt. Az előbb még a terepen dolgozó méh most újra az otthonában van, a kaptárban. Az akár 70 000 méhet is számláló méh családban nagy a jövésmenés, de semmi nem történik ok nélkül. Mindenki tudja a feladatát. Káosznak nyoma sincs. A nemrég visszatért méh a magas víztartalmú nektárt a 6 szögletű lépsejtekbe töltve raktározza el. A gyűjtő innentől átadja a feladatot a mézérlelő munkásoknak. A nektárcseppek többszöri felszívása és leadása során különböző enzimek kerülnek a feldolgozás alatt álló anyagba. A szárnyukkal keltett légáramlattal elpárologtatják a felesleges vizet, ezáltal a nektár sűrűbbé és tartósabbá válik. Így lesz belőle méz. Az érlelési folyamat akkor tekinthető késznek, ha a víztartalom 18% alá csökken és a méhsejteket lefedik viaszréteggel. Ez a beérlelt állapotú méz már készen áll arra, hogy az ember elvegye. A méhek a mézet saját maguk ellátására termelik. Ebből táplálkoznak a tél folyamán. Az ember olykor elveszi tőlük, de ez nem jelenti azt, hogy éhen halnának. A szakemberek tudják, hogy mikor jön el az idő a méz elvételére. A tökéletes időzítésen múlik minden. A méhész a megfelelő védelmet biztosító öltözékben felnyitja a kaptárt. A viasszal és propolisszal összeragasztott kereteket szét kell választani, hogy a kaptárból könnyebben kivehetőek legyenek. Óvatosan lerázzák és lesöprik a szorgoskodó méheket a lépről. Vigyáznak rá, hogy a lehető legkevesebb méh sérüljön meg. A füstölőben természetes anyagok égnek.
Ez a leghumánusabb módja annak, hogy a méheket megnyugtassuk. A füst hatása néhány percig tart, ám ennyi pont elég. A méhészek a kereteket a kerethordozó ládába helyezik és elszállítják a helyszínről. A feldolgozás távolabb történik a kaptáraktól. A fedelező villa egy fésűre emlékeztető eszköz. Ezzel eltávolítják a viasz fedeleket, amelyekkel korábban a méhek lezárták az elkészült mézet. Azonban ez sem veszik kárba. A méhviasz például gyertyák készítéséhez kiválóan alkalmas. A fedelezés után szemtől szemben találja magát a méhész a mézzel. Most már csak valahogyan el kell távolítani azt a lépsejtjeiből. A régi időkben, amikor még méhkasokat használtak, a méh családot elpusztították, a lépeket kitördösték és kipréselték belőle a mézet. Ez azonban nem volt gazdaságos. Most már a lép megsértése nélkül egyszerűen kipergetik a mézet a keretekből. A pergető úgy működik, mint egy centrifuga. Nagy sebességgel forog, így kicsapódik a méz a keretekből a pergető dobjának falára. Egy idő után az aljára folyik és összegyűlik. A hagyományos kézi pergetőket ma már felváltották az elektromos meghajtású gépek. Egyszerre akár 30-40 keretet is ki tud pergetni vele a méhész. Ami pedig végeredményben az eszköz alján a csapon át távozik, nem más, mint az egészséges, frissen pergetett méz. Méhésznek lenni nem csak munka, hanem életforma. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint Szökendi Géza, aki 90 esztendős, és a mai napig aktívan méhészkedik. Ő a munkájának, vagyis inkább a hobbiának szerelmese. Nem tud és nem is akar nyugdíjba vonulni. Elmondása szerint ma is nehéz a méhészek élete, de 70 évvel ezelőtt, amikor a pályát elkezdte, ez még inkább jellemző volt. Hogy amikor lelkünk az élet küzdelmeibe kimerül, minden iránt fásult közönyt mutat, a méhészet mindig felvillanyozza, újraébreszti, mosolyra deríti lelkünket. A méhek államalkotó rovarok. Szerveződésüket a föld legfejlettebb társadalmának is tartják. Egy méh családban csak egy királynő lakik, ő irányítja az egész családot. Akár 3 évet is élhet. A herék által megtermékenyített petéket kizárólag ő rakhatja. A herék a hím méhek. Belőlük alig néhány száz él a kolóniában. Jelenlétük csupán a szaporodáshoz szükséges. Ha már nincs szükség tovább a szolgálatukra, egyszerűen kiűzik őket a kaptárból. A dolgozók a méh család legnagyobb számú tagjai. Nőneműek. Valamivel több mint 40 napig élnek, és a legtöbb munka rájuk hárul. Ők alkotják a kaptár több mint 99,5%-át. Egy kaptárban naponta akár 1500 méh is kibújhat a sejtekből, és körülbelül ugyanennyi el is pusztulhat. Az újszülött méhek könnyen kirágják magukat a sejtekből. A kibújást követően azonnal munkába is állnak. Nem tanítják meg őket az idősebbek semmire, ösztönösen teszik a dolgukat. A méhek világában nincsenek lázadások vagy munkasztrájkok. Mindenki elfogadja a kijelölt feladatát. Tévhit, hogy a dolgozók ugyanazt a munkát űzik egész életükön át. A születést követően még egy jó ideig nem hagyják el a kaptárt. Első napjaikban a sejtek takarításával foglalkoznak. Ezután a lárvák etetése a feladatuk. Ahogy telik az idő, egyre magasabb pozíciót töltenek be. 14 napos korukban már virágport dolgoznak fel és nektárt érlelnek. A lépet is a fiatal dolgozók építik. Legelőször függőleges viaszfalakat építenek. Később erre kerülnek szabályos rendben a hatszögletű formára igazított sejtek. Ezeket bölcsőnek, lakószobának és éléskamrának egyaránt használják. Később a dolgozók őrtevékenységet tölthetnek be. Ellenőrizhetik a beérkező méheket, távol tarthatják a betolakodókat, például a darazsakat.
A dolgozók karrierjének csúcsa 21 napos korukban jön el, ugyanis már részt vehetnek a kaptáron kívüli munkákban. Ekkor már életük felénél járnak, és még legalább 3 hétig élni fognak. Ha a mély család jól el van látva, és nincs kirabolva, jól be van szükítve, hogy meleg el legyen, és elég népes, akkor azzal semmi gond nincsen. A kipergetett méz óriási hordókban érkezik a kitöltőüzemekbe, ahol egyszerre akár több száz kilogrammot is fel tudnak dolgozni. Hermetikusan lezárt körülmények között 45 Celsius fokos hőmérsékleten történik a kezelés. A folyamat legalább 24 órát vesz igénybe. Ez megtisztítja a mézet a természetes szennyeződésektől. Az átszivattyúzást követően megkezdődik a kimérés. A gépek gramra pontosan ugyanannyi mézet töltenek minden egyes üvegbe. Nem történhet emberi tévesztés az adagokat illetően. A leragasztott zárjegy garancia a megbízható, ellenőrzött forrásra. A kimérést követően felpakolják a rendezett üvegeket a szállítóautóra, és már indul is a szállítmány a kijelölt boltokba, piacokra. Az élelmiszerek fogyasztásának piacán egyre nagyobb igény mutatkozik arról, hogy a fogyasztók tudni szeretnék, hogy az adott élelmiszer honnan származik, mi a pontos eredete. Az élelmiszerboltokban a bőség zavara fogadja a vásárlót. A legkülönbözőbb színű, állagú és fajtájú mézeket kínálják eladásra. De hogyan lehetünk biztosak abban, hogy jól választottunk? Nekünk soha nem volt gondunk a mézet eladni. Amennyit termeltünk, mi mindig annyit eladtunk. A piacon nagy a sürgésforgás. Ezt a ritmust Géza bácsi könnyedén tudja tartani. Ugyan 90 éves, de a mai napig személyesen értékesíti a saját mézét. Az idős méhész meggyőződése, hogy a hosszú, egészséges életét a méheknek és az általuk előállított méznek köszönheti. Én hiszek abba, hogy van olyan gyulladásgátló, és ez pedig a lépesméz, mert nyáron nem kell annyira lépesméz, de amikor elkezdenek köhögni a gyerekek, akkor megadják érte az árát. Mostan 90. évenben vagyok, én, hogy a lépesmézeket ettem, nem emlékszem, hogy én beteg lettem volna. A helyi méz vásárlásával a vevő a közvetlen környezetének biztosít munkát és megélhetést. A méz természetes eredetű élelmiszer. Nem szabványosítható, mint egyes mesterséges termékek. Szinte minden tájon más és más lesz az íze. Egy sütemény receptjében lévő cukor sok esetben teljes mértékben kiváltható mézzel, amivel még egyedibb ízvilágot lehet adni a készülő édességnek. A megvásárolt mézet érdemes egy éven belül felhasználni, mivel utána csökkenhet az illóanyagok mennyisége. A méz azonban sosem romlik meg, akár a több ezer éves leletek is nyugodtan elfogyaszthatók. Ahogy elkezdenek sárgulni a levelek, az utolsó növények virágzása is alább hagy. Vége a nyárnak. Beköszönt az ősz. A hideg időszakban a méhek behúzódnak a kaptárba, és szorosan egymás mellett elhelyezkedve vészelik át a kedvezőtlen körülményeket. Várják a tavaszt, hogy a jó idő beköszöntével folytathassák szorgalmas gyűjtőmunkájukat. A legfontosabb közvetítő szerepet töltik be a növények között. Formálják és alakítják a természetet. Ő általuk ilyen változatos a világunk. Ez a körforgás évmilliók óta szüntelen. A modern ember színrelépésével veszélybe kerültek a méhek. Ha az emberiség a környezetszennyezéssel kipusztítja őket, akkor visszafordíthatatlan ökológiai katasztrófát okozhat magának. A technológiánk azonban a veszélyt lehetőséggé is formálhatja. Bolygónk adottságai megengednék, hogy sokkal több méh létezzen és éljen együtt a természettel.
környezettudatos lépésekkel növelhető a Föld mélyállománya. Melyik forgatókönyv valósul meg? A válasz csak is rajtunk múlik. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra!